A cseh adófizetők több millió eurója múlik azon, hogy bizonyítható-e a miniszterelnök Andrej Babiš volt cégének pénzügyi visszaélése. Az Európai Bizottság könyvvizsgáló jelentése is összeférhetetlenséget állapított meg a kormányfő politikai és vállalkozói tevékenysége között. És ha ezt bizonyítani is tudják, Csehország több millió eurót fizethet vissza az uniós kasszába. A prágai Vencel téren több mint 100 000-en tiltakoztak kedd este. Az 1989-es rendszerváltás óta nem volt ekkora tömegtüntetés Csehországban. A tüntetés szervező mozgalom a miniszterelnök Andrej Babiš lemondását követeli. David Ondracska, a Transparency International aktivistája szerint forradalmi hévvel kell megszabadulni a babisizmustól, a mindent átszövő korrupciótól. Andrej Babist a második leggazdagabbként emlegetik Csehországban. Tagadja az EU jelentésében megfogalmazott pénzügyi visszaélésekről szóló állításokat. A kiszivárgott EU-s dokumentum szerint a miniszterelnök döntő befolyást gyakorolt a források elosztására, ami összeférhetetlenségnek számít. Akár 17,5 millió euró visszafizetésére kötelezhetik Csehországot.